Sziasztok! Hoztam nektek a februári általános jóslatokat. Nézzük meg, hogy milyen energiák lesznek, milyen változások. Három felé emelem a paklit, és választjátok azt, amelyiknek tetszik, vagy amelyik energiája megfog. Rakok rá nektek Grabovoj számsoros karkötőket. Most egyébként megrendelhető akciósan 2500 forint szép rózsakvarc matszínben. Ez a siker mindenben, ez az egyes. Az egészség számsora, ez a kettes. A szerelembe vonzó pedig a hármas pakli, amelyik szimpatikus választ azt. Egyes, kettes, hármas Na nézzük, ha az egyes pakit választottad a siker mindenben számsorát nézzük, mi várható februárban mozgalmas lesz február eleje családi vonatkozásban is, és párkapcsolati szinten is valami elindul, akár a családban házzal kapcsolatos dolgok, költözés, bármi, ami gyorsan létre is fog jönni. A családi kapcsolatokra kell vigyázni, nem szabad belemenni vitákba, hiszen vagy a párod, vagy a gyermeked egy kicsit olyan negatív energiával van, de az is meg fog újulni, és ki fog február végére már egyenlítődni. Betegség tekintetében egyébként nem látok problémát. kéz vagy kisebb megfázás, bármi, ami hamar elmúlik. Az emberi kapcsolatokra is vigyázni kell, hiszen munkahelyen bárhol lehetnek olyan személyek, most egy világos hajú hölgyet látok, aki negatívan áll feléd, de ha nem mész bele, akkor szerencsével ez is ki fog egyenlítődni ez a kétség. Tehát a család álmos fókuszban februárban, a házzal kapcsolatos dolgok, ami esetleg megakadt, sokatoknál albérletet is látok, tehát valami költözés, valami elindulás, esetleg kisebb kiruccanás, ami a családdal kapcsolatban előbe tud titeket vinni. Most mindent meg kell beszélni, higgadtan, nem is lesz probléma a kommunikáció szempontjából, hiszen begyorsulnak a dolgok, amit régóta terveztél, vagy meg volt akadva a családi, vagy ingatlan tekintetében, akár hivatalos dologban, az most szépen elindul és megoldás lesz rá. No nézzük meg, hogy a Runa kártyám üzenete mit mutat számodra. Ingúz, ez a róla a munkát és termékenységet élképezi. Pozitív előjel a pályafutásod során. Most van itt a tökéletes idő, hogy kiugrást érj el a karrieredben, és nagyobb célt szolgálj. Ne habozd megvalósítani, amit régóta tervezel. Így van, begyorsulnak a dolgok, akár ugye család, karrier, munka tekintetében is. Lesz változás, ami pozitív. a kettes paklit választottad, az egészség számsorát. Nézzük, milyen energiák jönnek februárban. Olyan, mintha lelket felszabadulna, tehát valamire lenne megoldás. Február elején még stressz helyzetet látok. Az is lehet, hogy ugye a családtagjaid messze vannak tőled, vagy külföldi munkát szeretnél már régóta, és az okozott neked stressz helyzetet, illetve az anyagi helyzet. Most valahogy lesz rá lehetőség, hogyha külföldi munkát, külföldi költözés szeretnél, lesz segítség. Tehát valaki emberek formájában tud neked segíteni, aki megbízható személy. Mondjuk én most egy férfit látok, egy fiatalos férfit, aki kommunikáció során, tiszta kommunikációval valamit tud segíteni ezen a téren. Tehát nyugodtan kér segítséget külfölddel kapcsolatos dolgokban. Párkapcsolatban sem látok... Negatív dolgokat, látom, hogy tele vagy szeretettel, munkával kapcsolatban, minden egyensúlyba jön, több munka is közül tudsz választani. Az is lehet, hogy hosszabb távot kell megtenned, vagy egyébként külföld, másik város, vagy olyan fajta munka, ami neked megfelelő, hiszen látom, hogy szeretettel vannak körülötted, és jó hangulat. Jó közérzet a munkával kapcsolatban. Tehát vágyaidat meg tudod valósítani, nem kell félni. Ö, teljesen pozitívnak látlak, kiegyenlített szívcsakrával, kiegyenlített energiával. Tehát munkatekintetében, hivatalos ügy tekintetében, esetleg, ha húzódott valami, teljesen pozitív a változás. No nézzük meg, hogy mit mutat a kártyán neked, mi az üzenet. vas. Nézz szembe a félelmeiddel, most egy teljes életet átalakító változáson mész keresztül, ami segít felfedezni a valódi céljaidat. Erősítsd a szellemedet tudatosan, meditálj, gondolkoz pozitívan, tudd, hogy ott a fény az alagút végén. Így van, a félelmeket el kell engedni, és ott a pozitív változás. A harmadik paklit választottad, a szerelembe vonzót. Na nézzük, februárban. Mi várható, olyan, mint egy kicsit megakadtak volna a dolgok, vagy előző hépe hoztál át olyan dolgot, ami korlátozva volt neked. Nehéz energiák és változások vannak egyébként február elején. Sokatoknál látok egyébként holt lelket, anyuka, apuka, bárki, aki üzen, a pénzzel kapcsolatos dolgok kerülnek most előtérbe, látom sok volt a kiadás, mégis lesz rá megoldás, tehát a holt lelkek üzenete ez, és a családdal kapcsolatos dolgok, esetleg, hogyha összevesztetek, vagy a gyerekek távol vannak, az is hirtelen megoldásokkal közelebb hoz titeket egymáshoz. Döntések lesznek, nagy sorsfordulók február közepén, de lesz segítség, ha munkát keresel, vagy anyagi szempontból bármilyen hivatalos ügyed, van, akkor lesz égi segítség, úgyhogy nyugodtan kérd a fentiek segítségét, a veszteségek ellenére, a nehéz energiák ellenére, erre is lesz megoldás egyébként. Tehát tud, hogy ott vannak a szeretteid, melletted állnak, akár a gyerekeknél is egyébként. Gyerekekkel kapcsolatban nem látok negatíva, tehát látom az energiákat ki vannak egyenlítődve, valami elindul, ami most megakadt, vagy úgy véltet, hogy blokkok voltak, hirtelen fordulattal lesz minden megoldás, most a család és a pénzügyi területeken látok pozitív változást, hogyha volt megakadás, de egyébként, ha párt keresel, akkor is ott a lehetőség, tehát látok több lehetőséget, köztük van az is, aki számodra megfelelő. Úgyhogy lesz választék szerelem területén is, hirtelen fordulatokkal, de hogyha ö, esetleg hármas kapcsolatban vagy, itt az ideje lezárni, tehát döntések lesznek ö, szívügyekben is, és meg fogod érezni, hogy ki a számodra tökéletes hiszen fenti segítség lesz, elét teszik, hogyha nincs párkapcsolatod, elét teszik azt a férfit, illetve hölgyet, aki egy nagy sorsfordulattal belép az életedbe, és aki számodra pozitív. Na nézzük, hogy mi a rúnak kártyám. Üzenetet neked február hónapra. Isa, most erősítsd a koncentráló képességedet és az akaraterődet. Ez a rúna a jég, ami azt jelzi, itt az ideje elmélkedni magadon. A dolgok befagytak az életedben, most türelemre van szükséged, mert még nem döntöttél valamiben. Ne blokkolt az energiádat, döncsés lépj. Így van, csodálatos harmónia a jég kezd feloldódni, a blokkok szépen feloldódnak, és ott a döntés szívügyekben, pénzügyekben, bármi, ami neked most aktuális, hirtelen fordulattal, és lépni kell. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Csodálatos február kívánok nektek úgy, ahogy elterveztétek.